Szószátyár. Műsorvezető Szűcs Balázs. Köszöntöm a kedves hallgatókat, önök Szószátyár című műsorunkat hallják. Mai vendégem Éliás Gyula Junior, a magam Szűcs Balázs vagyok. Szervusz Gyula. Szervusz Balázs, üdvözlöm a hallgatókat. Utánad olvasgattunk egy picit, miatt a mai beszélgetésre jöttünk, hogy Junior. Ugye neked édesapád is egy ismert közéleti ember volt, egy zenész volt, feltétlen szükséged volt erre a Junior utótagra, ugye? Hát igen, mert amikor megszülettem, akkor olyan nevet adtak nekem, hogy Éliás Szabolcs, vagy Éliás Gyula Szabolcs volt a nevem, és hát Éliás Szabolcs, kimondhatatlan, úgyhogy maradtam én is Gyula, tehát akkor még ugye nem lehetett tudni, hogy én is zenével fogok foglalkozni, illetve hát úgy zenével, hogy az édesem ugye diszkózott, én pedig később zenész lettem, de ő is énekelt egyébként a 70-es. Én hallottam erről. 70-es évek elején, tehát a 68 körül, 72-től már diszkózott. Eléggé hamar föl is futott ott akkor, mert nagyon-nagyon erős egyenisége volt, nagy göndör haja volt, úgy nézett ki, mint a Che Guevara. És karakterizmatikus személyiség volt, és hát nagyon szerették meg. Ő honosította Magyarországon a Barry White zenéjét, a funky zenéket, a soul zenéket, meg azért volt különleges az ő művészete, ahogy lehet beszélni róla, hogy mert ő már akkor játszotta a slágereket, amikor még nem voltak azok, és majd a következőket mindig előrébb volt egy picivel, tehát, hogy őt követték sokan, sőt, Komjáti György és a Magyar Rádió tőle vette a lemezeket. Ma már saját jogon is közismert és elismert zenész, dalszerző, énektanár vagy, de hát nyilván fontos volt ez a fajta gyermekkori közeg, amiben... Azt itt énekes is vagyok. És énekes is vagy. Nem, tehát énekes, akkor elmondom, hogy tehát énektanítást azt csak azért csinálom, mert nem kapok elég fellépési lehetőséget, és az mindig is egy ilyen kiegészítő, úgymond reális munkám volt, de már 23 éves korom óta. De én énekes vagyok, és utána zeneszerző, és pont. És utána minden más. És pont. És utána minden más. Nyilván, hogy erre a pályára kerüljél, azért kellett az a fajta gyerekkori közeg, amiben te fölnőttél édesapád mellett. Hát az egy hihetetlen for a többiekkel szemben, mert gyakorlatilag 4 éves koromtól már az édesapám vitt magával így, ugye elvált szülők gyerekeként nőttem fel, és akkor az volt a program, hogy én vele megyek mindenhova, a Miskolci Rock Fesztiváltól a Maximi Zsiófoki diszkóig, és azon keresztül Hegyeshalomtól Záhonyig mindenféle helyre, és hát ott voltam a backstage-ben, az öltözőkben, a koncerttermekben, a klubokban, tehát ez a közeg nekem olyan volt, mint hogyha nem is tudom, mint aki kimegy valaki a könnyíteni magán. Tehát, hogy nagyon természetesen éltem már kamaszkoromban benne, ezért a színpadra könnyű volt fölmenni, és nem volt bennem olyan lámpaláz, tehát nyilván lámpaláz az kell, hogy legyen egy egészséges lámpaláz, de nem féltem attól, hogy most ki kell menni énekelni. Az a fajta zenei sokszínűség, amit téged így gyerekkorodban megérintett, hiszen nyilván mindenfajta irányzattal találkoztál. Az ma visszatükröződik egyébként a zenei világodon is, hiszen te egy ilyen nagyon, nem is tudom, lehet, hogy ez rossz ide, de ilyen internacionális zenében dolgozol, tehát mindenki számára emészthető, hallható, énekelsz angol nyelven, magyar nyelven. Így is mondhatjuk. Igen, igen. Hát ez úgy olyan érdekes, mert én tanítottam ugye az Olá Gergőt, nem tudom, lehet-e mondani, az egyik tehetségkutató van, szabad mondani, az X-faktorban. Az is mondom őt, mert rá nagyon büszke vagyok, mert egy nagyon tehetséges srác. És ő kérdezte tőlem, hogy honnan van benned ennyi szép dallam? Tehát, hogy a szerzeményeimre utalt ezzel. És akkor tulajdonképpen úgy belegondoltam, hogy tényleg, hát ugye ezáltal, hogy az édesapám vitt magával, úgy feltöltöttem zenével. Tehát ha akartam, ha nem, hallottam a Depeche Mode-tól a Kraftwerkig, a Kraftwerktől a Hevesi Tamásig, a Hevesi Tamástól a Gerendás Péterig, a Gerendás Pétertől a Bonanza Banzáig, tehát ott mindent láttam, tulajdonképpen, és ugye az idők azok még a hőskorszakból valók, és akkor mindenkit a fénykorában. Tehát ami engem speciál arra predesztinált, hogy zenész legyek, az a Queen koncert volt 86-ban, 12 éves koromban láttam a Freddie Mercury-t énekelni, meg hát élőben látni. Ez egy olyan flash volt, egy olyan élmény, hogy utána én is zenélni akartam, és kész.
hazai zenei palettán te egy elég sajátságos helyen vagy. Mindenki ismer, mindenki tudja, hogy ki vagy, de valahogy soha nem voltál annyira a Rivalda fényben. Ez köszönhető annak, hogy te kerülöd tudatosan esetleg ezt a bulvár, ezt a celebvilágot, vagy egyszer így alakult az életed? Egyáltalán nem kerülöm, inkább ők kerülnek engem. Tehát ez fordítva van. Nem az a baj, hogy te túlminőségi zenét adsz a közegnek én is? Én nem tudom, hogy ez mi... Tehát én szerintem populári zenét csinálok abszolút, csak tartalmasabb energiákkal, vagy mélyebb töltéssel talán, vagy szélesebb a spektrum azáltal, hogy elvégeztem egy zenművészeti főiskolát, zongorázom, gitározom, dobolok, keverek, ugye, és hangszerelek is. És ezáltal kicsit szabadabban, tehát sokkal úgymond rugalmasabban, könnyedebben tudom ezt csinálni, bátrabban is, lehet ilyet mondani. És hát ez sok mindenkibe egy ilyen kicsit ilyen, nem is mondom, lehet, hogy irigység, vagy nem tudom, mit hoz ki, de minden esetre nem, tehát falakat épít elém egy picit. Ez. Túl jó vagy te ide erre a magyar piacra? Lehet, hát, hogy erről van szó? Hát a Berki Tamás például ezt lenyilatkozta nemrég egy tévécsatornán, hogy velem ez a gond, hogy én túl jó vagyok, és állítólag ez problémát jelent a magyar könyvzenei életben, érvényesülés milyen, szempontjából. Milyen érzés számodra egyébként, mikor így ének tanárként trenírozod mondjuk az X-faktorosokat, vagy hát a különböző tehetségkutatósokat? Hát nem csinálom ezt. Tehát vagy csináltam, milyen érzés volt? Tehát 2010-ben már abba hagytam ezt, 13-ban, bocsánat, abba hagytam. Jó érzés egyébként, mert nagy kihívás. Egyébként abból a szempontból nagyon jó, hogy személyiségemet nagyon jó fejlesztette, tehát alázatot tanulsz ezáltal, hogy ott vagy, és türelmet, végtelen türelmet, mert hát nagyon sok erő kell ahhoz, hogy ebben a úgymond állandó mókuskerékben a hétről hétre való megfelelésben azért ott komoly stressznek vannak kitéve a szereplők is, nem csak a stábtagok, de főleg a szereplők, akiknek meg kell felelnie a kamerák előtt, akik ráadásul ugye még mondhatni, hogy 0 kilométeresek, mert hát zöldfülőként kerülnek oda, és neked ezt kezelni, tolerálni, segíteni az ő életüket, munkájukat, küzdelmeiket, ez egy nemes feladat, azt gondolom. Egyrészt, másrészt meg zeneileg is nagyon sokat fejlődtem azáltal, hogy hétről hétre mindig új dalokat kellett leszedni, és megtanulni az akkordjait, megtanulni zongorázni, hogy be tudjam tanítani. Tehát ugye az ember azt tud, én speciál azt tanítom, amit tudok, tehát ezt vallom, és hát csak akkor tudom megtanítani, hogyha én is tudom a dalt. Ezáltal mindig hétről hétre nekem is meg kell tanulni egy kicsit, és így betanítani a másik, a többieknek a úgymond hétről hétre következő másik dalokat, ami egy ugye külön kihívás, mert hát a kihívások viszik előre a művészeket. Mennyire érezted azt a fajta tehetséget a jelölőkbe, amit a közönség megszavazott számukra? Tehát te is tudtad mindenkinél, aki nálad vagy, na ez tehetség, ebből lesz valaki, vagy volt, akinek te tudtad, hogy azért ez nem biztos, hogy végigmegy ezen a versenyen? Hát mindig vannak meglepetések. Tehát például az X-faktor, amikor először voltam, úgy az elején, még a Péterrel, Keszti Péterrel is így ismerkedtünk, akkor például aki tehát hogy mondjam, nem mindig az vezette a listát éppen, aki a legjobb volt. Tehát ez teljesen más. Tehát Magyarországon, meg szerintem most már úgy mindenhol, tehát a személyiség az nagyon sokat számít. Néha többet is, mint a tehetség. Hát nem, szerintem 80%-ban. Szerencsét szoktak mondani, hogy 80% a szerencse, 20% tehetség, így Magyarországra vonatkozólag, de a személyiség az alap kiinduló pont. Tehát rengeteg együttható van a sikerhez, tehát hogy a vezető úton, tehát ott nagyon sok, nincs rá recept, tehát hogy egyáltalán nincs rá, és ez visszatükröződött az X-faktorba, és nagyon sokszor így mereztettük a szemünket, hogy micsoda, tehát hogy lehet ez, hogy lehet az, mert egyébként meg annyira szubjektív ez az egész. Érdekes minden esetre, no, egy picit elmegyünk zenélni, aztán visszatérünk. Hiába vártam a következőt. A szürke napoknak hitte vége.
más csak élni, s újra felidézni a hangulatát. Az édes hajnaloknak, s a szép napok sok pillanatát. Oh, oh. A szürke napoknak hitt el vége már, elmúlt a vihar, jön a szivárvány, ami az égen száll, és tudom, rád találom a már. Szeretem, hogy mindig várnak, kik hozzám közel állnak. Gyere már itt a nyár, tűzd rám a nap, velem ragyog az ég is, szabad vagyok újra, mint a madár. Elmúltak a felhők, és nevetek én is, hisz tudom azt, hogy nem érdekel ma már semmi más. Semmi más. A szürke napoknak hidd el, vége már, elmúlt a vihar, jön a szivárvány, ami az égen száll, és tudom, rád találom. Gyere már itt a nyár, tűzd rám a nap, velem ragyog az ég is, szabad vagyok újra, mint a madár. Elmúltak a felhők, és nevetek én is, hisz tudom azt, hogy nem érdekel. Szabad vagyok újra, mint a madár. Elmúltak a felhők, és nevetek én is, hisz tudom azt, hogy nem érdekel ma már semmi más. Szószátyár. Műsorvezető Szűcs Balázs. Zene után visszatértünk ide a stúdióba, önök továbbra is Szószátyár című műsorunkat hallják. Vendégem Éliás Gyula junior. Az előző részben beszélgettünk tehetségkutatókról, egyebekről. Arról azonban még nem meséltél, hogy a te gyerekkorodban mikor nyílt ki először ez a fajta tehetséged, ami van. Mikor kerültél először színpadra? Klasszikus úton indultál, tehát az iskolába rád talált egy érektanár, hogy ez a gyuszika, ez milyen ügyesen énekel? Nem, egyáltalán nem így volt. Ez úgy történt, hogy 90-ben, amikor már bekerültem, 89-ben, 90-ben, amikor bekerültem a Dózsa György gimnáziumba, akkor ott alakult egy ilyen gimnáziumi zenekar, és én tanultam általános iskolában, az általános iskolai évek alatt zongorázni, így zeneiskolába. Ilyen polgári, családi hagyomány célzattal, hogy egy kicsit jobban tanuljon a gyerek, meg szebb legyen a lelke, stb. Csak aztán elkezdtem saját számokat írni, meg nagyon szerettem a Beatles zenét is, és azokat én könnyen el lehetett játszani zongorán. Például az első dal, amit így magam önálló kísérettel énekeltem, az ott a Lady Madonna, és lehettem akkor 13-14 éves, meg a Badacsonyőrsi kempingben a DDR-es lányokat kábítottam azzal, hogy gitár. Már akkor is gitároztam, zongoráztam, de ez párhuzamosan jött. Ez egy nagy csajozós fegyver, nem? Amikor gitárolok az ember. Senki nem tud gitározni, ráadásul én tanultam, én jobban tudtam akkor még németül, tehát akkor tudtam fordítani németül, és ha egy lány nekem jobban tetszett, akkor úgy fordítottam, hogy ez a srác akkor ott léc legyen, és akkor az enyém legyen a lány. Tehát, hogy ott mentek a küzdelmek, a kamaszkori küzdelmek, és hát nagyon-nagyon nagy forba voltam, hogy gitároztam, és hogy tudtam németül. Tehát ez egy ilyen nagyon jó időszak volt. Tudod, a holland lányok jöttek. Igen. Még volt, még hollandul is tudok pár szót egyébként. Oh. Ich hau van jau, szeretlek téged. A lényeges. De, például a lényeges. És visszatérve az eredeti témára, tehát, hogy itt indult ez el, de akkor még nem gondoltam, hogy majd én ezen a pályán szeretnék mozogni, mert az édesanyám fodrászt akart velem csinálni, mert hogy nagyon jó ment a hajvágás is. És mikor először felálltam színpadra, az a Dózsa György gimnáziumban volt, egy szalagavató bálon, ahol eljátszottunk egy ilyen 40 percet, Illés számokat, Beatles számokat, és tulajdonképpen olyan visszajelzést kaptam, mint a napjainkban. Tehát, hogy ott örjöntek, tomboltak. Az elején azt hittem, hogy viccelnek, vagy úgymond izézőben szivatnak, de 40 percen keresztül ez nem lehet, az ennyi pénz nincs. Úgyhogy ott éreztem meg, hogy igen, lehet, hogy ezzel kéne foglalkozom, és a következő koncert pedig már egy 3000 ember előtt volt a Pecsában. Ott már saját számot is játszottam, ez 91 februárjában volt,
Tehát az első koncertem 90 szeptemberében, a másik 91 februárjában volt, és akkor ott már ugye, ott elhívtak egy komolyabb zenekarba, utána már a Dollyról előzenekaraként is több tízezeres tömeg előtt óriási közönség sikereim voltak, nagyon szerettek, hosszú, hát ilyen hosszú hajam volt, szőkés gesztenye barna hajam volt, voltam 75 kiló, ilyen félmeztelen mentem fel a színpadra, semmi gátlásom nem volt, mert ugye föl voltam töltödve a gyerekkori emlékeimmel, az apám mindig ez egy cikiz, szóval úgy mész föl, mint egy világsztár. Tehát konkrétan ennek is képzeltem magam, dobáltam. Az embereknek nagyon tetszett, a szervezők, meg a szakma, az meg riadalzott, hogy úristen, hát ez a gyerek. Hát ezt el kell nyomni, hát ezt tönkre kell tenni, kész. És akkor egyszer csak úgy 96-ban már nagyon jó zenészekkel játszottam, akkor olyan 19-20 éves lehettem, és akkor már olyan zenészekkel játszottam, aki a Pega Aladárral is játszott jazzistákkal, és megfertőzöttem a jazzzel, aztán egyszer csak a zenészeti főiskolán találtam magam, és kávézókban kezdtem játszani 10 embernek. De szokták mondani, hogy sok hang, kevés pénz, kevés hang, sok pénz. És hát az egy ilyen fejlődési folyamat volt, tehát hogy el kellett menni oda, de előtte még azért 99-ben a staffal, Kis Gáborral, a karöltvén, ő volt a kezdeti szerzőtársam, a Szekeres Adrián férje egyébként. Vele kezdtem el így a popkarrieremet, 99-ben például országos rotációja volt a Kacsamadár című dalomnak. De fellépésre nem mehettem akkor sem. Az egy 99-es szám. Az egy 99-es dal. Azt hittem az egy sokkal frissebb. Nem, az 99, ugyanezzel a hangszereléssel, 99-ben, képzeld el. Igen, én azt gondolom, hogy az előző blogban is mondtam, hogy te egy picit a saját korod előtt jársz zeneileg, és talán ez lehet a baj, hogy nem találtad még meg azt a helyet, amit téged megillett. Mert hogy érted, hogy saját korom előtt? Hát, hogy te 99-ben csinált egy olyan számot, ami nem a mai napig 2017-ben is még újszerűen hangzik, és szerethető, és nem retroszinten szerethető. Mert az emberek egy picit mindig azt gondolom, egy ilyen újfajta a hangzásvilágtól, tehát nyilván 99-ben ez egy tök új hangzásvilág volt, idegenkedtek, vagy nem tudtak hova behelyezni az akkori slágerek, akkori előadók közé. Igen, mondjuk ebben van lehet valami, mert például 2002-ben, amikor felénekeltem a Kentékmázó fogjút, a Bárányjal csináltuk meg, akkor konkrétan volt olyan szituáció, hogy majdnem tehát ha nem is megvertek, de ilyen szopárba keveredtem, hogy te mit kamuzol itt, hát ez nem lehetsz te, hát ez egy külföldi énekes. Pedig nem, és nem hitték el, akkor voltam 27 éves, 28, és onnan indult az a Barry White-os karrierem, a Kentékmázó fogjú című dala, egyébként itt van nálam, remélem, majd át tudjuk másolni nektek, vagy meg tudod hallgatni, remélhetőleg. És hát annyira, hogy most mindjárt ezt meg is fogjuk hallgatni. Igen, ez 2002-es felvétel, de most csináltam neki videoklipet, mert most már elhiszik tőlem, hogy ez tényleg én vagyok. Halljuk ezt a számot, aztán visszajövünk. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. You've been like heaven to touch. I wanna hold you so much. At long last love has arrived, and I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Jelenítést tartalmazott. Szószátyár. Műsorvezető Szűcs Balázs. Hírek után visszatértünk ide a stúdióba. Vendégem továbbra is Éliás Gyula Junior. Önök továbbra is a Dunakanyar FM 94.1-en Szószátyár című műsorunkat hallják. Egyszer majd csak eljön az idő, amikor csak annyi kell mondani, hogy vendégem Éliás Gyula. Most már lassan ott vagyunk. Igazából igen, tehát ez a junior, ez
persze, nyilván az vagy, de lassan le fog kopni, gondolom. Hát persze, de ez igazából akkor arra se sértődnék meg, hogy csak azt mondod, hogy Éliás, vagy azt mondod, Gyula, vagy Éliás Gyula. Ez a Junior, ez egy művésznév, ugye kicsit ilyen megkülönböztető, hogy ne keverjenek össze az édesapámmal. Hát meg azt gondolom, hogy ez egyfajta tisztelgés is édesapád felé, hiszen ő a maga nemében szintén alkotott egy maradandót az életpálya során, tehát azt gondolom, hogy ez helyes, hogy megkülönbözteted magad tőle egy picikét. Nagyon sok nagy nevű zenésszel duetteztél. Miért van az, hogy fölkérnek, és mindenki veled akar? Tehát előbb beszéltünk arról, hogy egy picikét te túlmutatsz, vagy jövőben mutató módon zenélsz, vagy énekelsz, vagy az egész munkásságod ilyen. Ennek ellenére mégis, ha minőségi dolgot akarnak, akkor hozzád mennek. Gondolom hozzám is, nem csak hozzám. Köszönöm szépen a kedves jelzőket. Ugye legutóbb jelent meg egy duettlemezem, az Egy láthatatlan szál címmel, és nagyon örültem, hogy csupa ilyen tehetséges és nagyon-nagyon nagy nevű énekesnőkkel duettezhettem szerzői lemezen. Ez azt jelenti, hogy a saját szerzeményeimet énekeltük el együtt, végig az összes dal szerzői kiadásban, úgyhogy még mindig várom a megfelelő csatornákat, hogy ez eljusson a nagy érdemű közönséghez, mert nagyon limitált példányszámban összesen 1000 példányt nyomtunk le belőle, és hát még azért annyira nem ismerik ezt a lemezt, ismerős berkeken belül osztogattam, vagy úgymond valaki vett belőle mondjuk azt hiszem 500 darabot, de hát ez nem sok, tehát ez nem egy eladás, de maga a zenei anyag meg nagyon-nagyon szép, ezért is vállalták el az énekesnők, mert nagyon tetszettek nekik a dalok, meg hát szeretik a hangomat. Például Zséda még a 90-es években járt le a koncertjeimre. Az Ildikó, a Keresztes Ildikó, ha jól emlékszem, 91-ben a Margit szigeten a Barabás Beával, aki az ő barátnője volt akkor, aki vokálozott is nekem, az első koncertjeimen ott voltak, és hallgattak, lejöttek, és kedveltek még a 19 lehettem, vagy 18, vagy nem tudom. Tehát, hogy ilyen régóta ismerem az Ildikót. És a többieket is, többiekhez is fűz valami. Tehát, hogy a Ruzsa Magdit tanítottam énekelni a Megasztár 3-ban. Akkor a Völgyesi Gabival a Unicon keresztül nagyon sok színpadot úgymond váltottunk egymást, meg közös muzsikusok vannak, akik nála is játszanak, nálam is játszik, nála is koncerteznek, tehát hogy ilyen session zenészek, meg hát nagyon kedvelem a Gabit, tehát a Gabi is kedvel engem, és hát van még rajta a Antal Tímea, aki szintén az X-Faktorból egy tanítványom volt, és van rajta egy lány, aki az osztálytársa volt a jazz tanszakon, ő szöveget írt nekem a Run to You című darra, amivel Eurovízióba is bekerültem, és cserébe ő énekelt velem egy duettet, mert énekel is nagyon szépen a Jó éjszakát című dalt. Ha már a szerzésnél tartunk, amikor jön az ihlet és számot írsz, szerzel, akkor te egy arcot is mögötte látsz, aki ezt el fogja énekelni, vagy esetleg te tudod, hogy azt magadnak írod, vagy egyszer megszületik a szám, aztán majd meg lesz az előadó hozzá? Hogy működik ez nálad? Hát zömmel magamnak írtam eddig dalokat, egy-egy kivétellel, és például a legutóbb egy híresebb előadónak írtam, aki bekerült 400 dal közül a legjobb 30-ba, 2016-ba az Eurovízióra, Speed Bump című dallal, és a nevét azért nem mondom, mert nem lett egy túl pozitív vége ennek az egésznek, mert nem volt túl hálás a srác, érte? De a lényeg az, hogy azt úgy írtuk meg, hogy ő megkeresett engem, hogy szeretne egy ilyen stílusú, ilyen ritmikájú, ilyen tempójú, ilyen hangszerelésű dalt. És igazából ő megrendelte ezt tőlem, és megcsináltam neki egy héttel később. Tehát akkor és nagyon hálás volt az viszonylag elején. Gyors tempóba dolgozol. Hát mert szerint. Vagy van ihlet, vagy van, vagy nincs. De általában ha olyan nincs, hogy nincs. Tehát, hogy rá kell állni agyilag, és akkor meg tudom csinálni. Az utóbbi időben általában mindig megrendelésre írtam dalokat, és akkor valamit vagy odaadtam, vagy nem adtam oda, mert annyira tetszett, hogy megtartottam magamnak. Egyébként az ihlet az nálad hogy jön? Tehát ahhoz kell, hogy valahonnan merítsél, vagy el kell vonulj a világtól egy picit, vagy egyszerűen csak pattan az ötlet, és... Hát sokféle lehetőség van, például
megyek a lépcsőn, és a hangszóróból bejön egy groove, vagy valami olyan zene, ami megérint, az is ad ihletést, vagy például olyan fájdalom ér, ami mit tudom én, lehet szerelmi, vagy emberi, vagy baráti, vagy bármilyen lelki fájdalom, az is ad erőt arra, hogy dalt írjak, tehát ihletést, mert ugye lepkevadászat közben az ember nem biztos, hogy dalokat akar írni, vagy az utóbbi, amit mondtam, hogy valaki megkeres, hogy írjak dalt. Ami akkor beindul az agyam, és elkezdek erre állni. És azt akkor megpróbálod az ő személyiségéhez passzítani? Abszolút. Például most is írtam, most is folyamatban van egy kedves hölgynek, Monitának írtam egy dalt. Ez még elkészülési fázisban van ez a történet. És hát neki kifejezetten úgy írtam dalt, hogy a YouTube-on nézegettem, hogy hogy énekel, és megnéztem, hogy milyen hangnemeket használnak az előző szerzők, hogy ő neki milyen a hangfekvése. Uh-huh. És akkor én is a hasonló hangnemben próbáltam neki írni, illetve hát írtam is, mert nagyon tetszett neki, és most éppen a Major Eszternél van a szövegíró szerzőtársam, akivel egyébként a Tabuk nélkült is írtuk, és zseniális szövegíró lány. Igen, ha már Tabuk nélkült tartasz, én most láttam ennek a dalnak a videóját, ami nemrég készült el. Úgy tudom, hogy ezt angol és ez a magyar nyelven is fölénekelted. Hát először angol nyelven énekeltem föl Make It Right címmel. És hát ha nincs a Pilát Gábor, akkor lehet, hogy ez a dal sincs így, hogy Tabuk nélkül. Úgyhogy köszönjük meg a Gábornak, hogy inspirációt adott. Például ez is egy ihletés volt, hogy ott futkározok a futópadon a konditerembe, egyszer csak megjelenik a Gábor, és akkor beszélgetésbe elegyedünk így lihegve futás közben. És ő mondta, hogy neki kéne egy főcímzene a saját műsorához, mert neki van egy Tabuk nélkül című műsora, sőt, van egy könyve, van egy nagyon nagy rajongásnak örvendő, ha így szabad, ilyen költői hasonlattan élve, nagy rengeteg követője van a Facebookon, és ő mondta nekem, hogy szeretné, hogyha lenne egy ilyen dal, hogy Tabuk nélkül. És akkor elküldtem neki a Make It Right című dalt, és mondta, hogy hát nem lehetne akkor ennek az a cím, hogy, mert ez nagyon tetszett neki, hogy Tabuk nélkül. És akkor a Major Eszter rögtön elkezdte énekelni, hogy ezt rá lehet így énekelni a dalra. Tehát valahogy ilyen isteni sugallat, hogy minket összehozott a sors a futópadon. A Major Eszti nagyon jó beérezte ezt, hogy legyen az élet Tabuk nélkül. És a dal igazából arról szól, hogy ami egy nagyon korszerű, mert manapság azért áhítattal, tehát hogy úgymond mindenki éhes, szomjas a tiszta, őszinte dolgokra, és ez erről szól, hogy egy őszinte, tiszta szerelemről szól, egy vágyakozás egy őszinte, tiszta szerelemért, hiszen a szerelemben, hogyha tabukkal élünk, az már nem lehet szerelem se. Tehát, hogy egyszerűen de a barátságok se, tehát ahol tabuk vannak a emberi kapcsolatok között, az már nem lehet egy őszinte, pozitív és tiszta áramlású kapcsolat. Megszületett a dal, szerintem zseniális. Köszönöm de szépen. Zseniális a videoklip is. Mennyire köszönöm. Fordítasz, vagy mennyire fontos ez neked, hogy a képvilágban is megjelenjenek a dalait, hiszen a dal magában is jó, de hát így videoklippel kiteljesedik ez a dolog. Hát nagyon fontos, mert a jó klippel egy rossz dalt is el lehet adni, és a rossz klippel meg egy jó dalt is el lehet rontani. Beleszólsz nekem a videoklip gyártásban? Hát régen nem szóltam bele, mert nem nagyon értettem hozzá. Tehát az egy külön szakma. Ebbe speciál azért nem kellett beleszólni, mert mindent lebeszéltünk előre, hogy. Sőt, már előre adtam ilyen ötleteket, küldtem ilyen YouTube linkeket, hogy látjátok, srácok, ilyen képi világra gondoltam, ilyen bevilágítás, ilyesmi plánokat is, mert már ugye az ember okosodik. Magam is szoktam néha ki filmeket vágni otthon, ilyen kis programmal, és a koncertjeimnek a ilyen úgymond utó levezető hangulat jelentéseit, és akkor már úgy tudsz az ő nyelvükön is beszélni, és akkor nyilván konkrétabban el tudod mondani, mit szeretnél, mit tudsz elképzelni. Régebben, mikor például a 2000-es évek derekán, amikor forgattunk klippeket a Kacsamadárnak, meg az Ágyra Jároknak forgattunk, akkor én csak mentem oda, énekeltem, és tettem, amit mondtak. Tehát fogalmam nem volt, hogy mi lesz. Igazából a legjobb klipem egyébként, amire nagyon büszke vagyok, az Úgy lennék című dalra készült. Az pedig Ducsai Szabolcs és Olá Zsanett rendezte, vagy csinálták, készítették.
és hát nagyon, nagyon kreatív klip volt, és az azóta is egy nagyon jól sikerült klip. A chartlistát vezette a Viván 4 hónapig. Sajnos 2008-ban, nem láttam, de megnézem. 2008-ban. Megnézem. De nyilván a tabuk nélkül is nagyon-nagyon szép. Ez egy ilyen, hát nem is image clip, de egy ilyen hangulat. Próbálja a dal hangulatát egy kicsit kifejezni, vagy kicsit más dimenziókba elvinni, amitől remélem, hogy jobb lett, vagy jó lesz, vagy szerethető, és sokan megnézik, és hát ha hallgatnak bennünket, akkor kérem a hallgatókat, hogyha egy valamennyire fölkeltettük az érdeklődést, akkor nézzék meg minél többen tabuk nélkül. Fokozzuk az érdeklődést azzal, hogy most meghallgatjuk ezt a számot. Játszunk vágytól részegen az élet színpadán, azt vetítve szüntelen, mit a lelkünk megkíván. Viszi a sors, ki nem lép. Legyen az élet tabuk nélkül. Szószátyár. Műsorvezető Szűcs Balázs. Zene után ismét itt vagyunk a stúdióban. Önök a Dunakanyar FM 94.1-et hallják. Vendégem továbbra is Éliás Gyula. Gyula sikeres énekes, dalszerző, előadó, több dalt hallottunk most már tőle. Viszont itt szerkesztő kolléganőm, aki felkészített engem az adásra és információkat szerzett rólad, egy dologról nem nagyon talált semmit a te magánéletedről. Nem tudjuk, hogy te Budapesten élsz, vidéken élsz, házas vagy, van-e gyermeked, nincs gyermeked. Ez egy tudatos burok, amit magad köré képítettél, vagy egyszerűen nem nagyon szoktál ezekben a témákban nyilatkozni? Hát nem is nagyon szoktak kérdezgetni. De azért a magánéletet azért azt cenzúrázva szoktam azért úgy teregetni a magánéletemet, hiszen azért én azt gondolom, hogy egy művész attól érdekes, vagy misztikus, hogyha nem mész bele a hálószobájába szerintem. De mondjuk manapság nagyon divat ezt most így kiteregetni, meg nagyon sok mindenkit érdekelnek dolgok, hát kérdezzél, és majd maximum ne azt mondom, hogy ezt, erre nem szeretnék válaszolni, de hát mire hol érzte mi kis országunkban?
Budapest környékén lakom, 17 kilométerre Budapesttől, Buda környékén mondhatnám így, egy nagyon szép helyen, és igazából nagyon sok zöld vesz körül, nagyon fontos az idegrendszer nyugtatására a zöld szín, ezt tudom javasolni mindenkinek. Ha, amikor nem éltem természeti környezetben, akkor a falat festettem zöldre, és a hálószobám falat zöld volt. Egyébként egy ilyen természetszerető ember vagy? Nagyon az vagyok, szerintem az ember is eredendően természeti lény, és az a sok betegség, meg az a sok probléma a világban, az a probléma kulcsa nagy részben, hogy eltávolodnak az emberek a természettől. Tehát én abszolút russzó jelveket vallok vissza a természetet. Egyébként én el tudom képzelni, hogy rád nézek, hogy hétvégenként üldögélsz a kertedbe, egy karosszékbe, és épp a legújabb dalot születik meg a fejedben, vagy... Volt ilyen is. Főleg meg akkor, amikor 2,5 évig egyedül értem, mert úgy volt, hogy elválunk. Akkor itt rögtön erre is rákérdeznék, hogy ezek szerint párkapcsolatban élsz. Igen, a feleségemmel együtt élünk, családi körben, 2 fiam van, egy Dániel és egy Tomi. Tamás, a nagyobbik fiam, 11 éves, a kisebbik, most múlt nemrég 8, és hát iskolás gyermekek, ugye a hétköznapokban rengeteget tanulnak, és akkor hétvégén szoktunk együtt közös programokat csinálni, de van, amikor hétköznap is, hogyha mondjuk ráérek, vagy nincs annyi koncertem, akkor el szoktuk venni focizni, kosarazunk, biciklizünk, sakkozunk, kártyázunk. Tehát egy jó társasjátékozunk. Vagy mondjuk így. Hát azt nem mondanám, hát azt gondolom, hogy hát azért minden relatív. Tehát egy jó szülőnek lenni nagyon nehéz szerintem. Tehát, hogy szokták mondani, hogy nincs tökéletes gyermekkor, és én azt gondolom, hogy talán az apám nagyobb családapa vagyok. Igen, az biztos. Azt ki lehet mondani, minden relatív. Próbálok jó családapa lenni, mert nagyon szeretem a gyerekeimet, és nagyon sokat köszönhetek nekik az én szellemi és lelki és egyáltalán minden szintű fejlődésemben, mert a gyerekeim nagyon sok mindenre megtanítottak. Viszik-e tovább a vonalat? Lesz-e közös családi zenélés, vagy van-e már ilyen? Előfordulhat, a nagyobbik fiamnak jó hallása van, meg tulajdonképpen ő örökölte tőlem az összes képességet, csak lusta és nem hajlandó kifejleszteni, és meg nagyon nagy elvárásai vannak, iszonyatosan kritikus, nem tudom honnan örökölte, és ezért ő nem hajlandó ezt művelni, inkább film érdekli, a filmezés érdekli, meg a nagyon jó fényképeket készít. Tehát a művészgének benne vannak. Benne akkor. Vannak, igen. Kicsi kora óta, például 6-7-8 évesen már olyan fotókat csinált, hogy így bámultunk, hogy honnan, és nagyon érzéke van. Tehát nagyon jó a képi látása is. Hát az édesanyjától is örökölhetett művészi géneket, mert a feleségem, ő táncos koreográfus. A mai napig koreografál nagy cégeknek is, ilyen rendezvényeken, zárt körrendezvényeken főleg, meg a, hát nem tudom, szabad-e mondani, hogy a stúdió, ahol most van, itt a Goldberg gyár keretén belül, ha szembenézünk, ő ott dolgozik a budapesti táncművészeti iskolába, Angelusz Ivánnak a jobb keze tulajdonképpen. Akkor végülis ő is egy művész ember, akkor megért téged, gondolom, könnyebb, mintha egy civil elélnél együtt. Hát megért engem, bár nagyon érzékeny, és hát a zenész élet az egy ilyen nehéz elfogadni a zenészek életét, maradjunk ennyiben. Egyrészt azért, mert nem olyan, hogy reggel 8-tól délután 4-ig mész, és letudod a munkádat, hanem ez teljesen rendszertelen, és hát eléggé ilyen vándorló, kiszámíthatatlan, és még a pénz áramlása is ilyesmi, hogy hol több van, hol kevesebb. Ezért a zenészek, ha egyetlen hallgatnak, akkor tudom javasolni, hogy érdemes félretenni, amikor sok van, és nem elszállni. De úgy emberileg és szakmailag sem, mert ez egy ilyen színusz görbe az ember karrierje, hol több fellépés van, hol kevesebb. Nekem az volt nehéz megtanulni, hogy azt elfogadni, amikor alig van fellépésem, és ne készüljek ki, és ne akarjam állandóan minden nap abba hagyni, vagy valamit más csinálni, vagy mit tudom én, másokat megbántani azzal, hogy én ilyen meg nem értett vagyok, meg olyan szegény én, meg szegény így. A lényeg az, hogy küzdeni kell, és dolgozni, és menni előre, és tenni a dolgokat, vagy tabuk nélkül, de csinálni.
Hát legyen szerintem ez a zárszavunk. Nagyon szépen köszönöm, Gyula, hogy itt voltál velünk, és hát sok sikert a további karriered során, és hát remélem mi itt a rádióban is egy picit lendítettünk rajtad. Nyilván a zenédet játsszuk, és játszani is fogjuk ezután is. Köszönöm szépen, így legyen. Köszönöm.